Sziasztok! Ti szelektíven gyűjtitek a hulladékot? Biztos, hogy jól csináljátok? Hogyha kérdések vannak bennetek ezzel kapcsolatban, akkor mindenképpen maradjatok velünk, hiszen az elkövetkező percekben többi között erre is választ kaphattok, hiszen ez a jövő idő. Itt vagyunk Székesfehérvár Csalán, és hát Tibor fogad bennünket, a Depodia Kft. Depodia Non-Profit Kft. Ügyvezetője. Szia Tibor! Szervusz Gergely! És nagyon szépen szervusz, köszönjük, hogy fogad bennünket. Hát egy érdekes kis túrára invitáltál minket, és menjünk is, akkor most tulajdonképpen a telep bejáratánál vagyunk, hogyha jól sejtem. Egy nagyon-nagyon helyes kis elefánt társaságában. Ő egyébként ki? Iskolások készítették, tavaly kaptuk, és próbáljuk, hogy az időjárás viszontagságainak mennyire tud megfelelni. És azt is látom, hogy nagyon jól tartja ezt a hatalmas követ. Így van, megtámasztotta. Tehát, hát azért egy elefántot ezt ilyenre tartunk, igen. De induljunk is bejebb, hiszen a kiválogatott PET palackok jelentős része nem elefántként végzi. Itt a Fejér megyei hulladék lerakótól jellemzően összepréselt bálaként távoznak további felhasználásra, de ne is szaladjunk ennyire előre. Ez egy 30 hektáros terület, tehát egy jó nagy terület, 300 000 négyzetméter. Honnan érkezik ide a hulladék? Összesen 51 településről. Nagyjából 250 000 ember egyébként, akinek a hulladéka ide kerül. A közszolgáltatásnak mondjuk úgy, hogy 4 ilyen hulladék árama van, ez egy ilyen speciális hulladékos kifejezés. Ugye a vegyes hulladék, a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok, a lomtalanítási hulladék, illetve a zöld, lakossági zöld hulladék. Ez volt több mint 100 000 tonna az elmúlt évben. És ha az előbb már az elefántokról beszéltünk, akkor maradjunk is ennél a hasonlatnál. Csak hogy jól szemléltessük, egy felnőtt hím elefánt átlagos súlya 6000 kg. Ez azt jelenti, hogy 51 vidéki településről több mint 16666 elefántnyi szemét kerül csalára. Egészen döbbenetes szám. Ebből a mennyiségből 4000 tonna, vagyis több mint 666 elefántnyi a lomhulladék, 1333 elefántnak megfelelő 8000 tonna a zöld hulladék, és 9000 tonna a szelektíven válogatott szemét, ami 1500 elefánt lenne. Ennek a mennyiségnek azonban csak mintegy 70-80%-át lehet valóban újra felhasználni. Folytassuk egy találós kérdéssel, nem tudom, hogy sejtitek-e, hogy ez a mögöttem lévő nem kis szeméthalom vajon mi? Hát elmondom, ez a lakossági szelektív hulladék. Ez nekem nem úgy tűnik első ránézésre, mint hogyha szelektív lenne. Laikusként mellé tennék valakinek egy másik kupacot, ami a vegyes hulladéké, az nem feltétlenül tudná megállapítani a különbséget. Én például látom ezt a hungarocellt, amit szerintem itt láthatunk, ami, ha jól tudom, nem szelektív hulladéknak minősül. A szelektív hulladék, amit ma Magyarországon így hívunk, az lényegében a csomagolási hulladékokat jelenti. Hungarocell is ezek közé tartozik, vagy polisztirol. Hulladék, elvileg ez is csomagolási, hisz abban van, ugyanakkor egyáltalán nem hasznosítható. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ami egyébként jó lenne szelektív gyűjtés során, papír vagy műanyag, de ami nagyon szennyezett zsírral, tehát az étkezési maradékokkal, mondjuk az élelmiszer csomagolás során, azok szintén nem tudnak hasznosulni, mert a szennyezettsége révén az nem hasznosítható. Például ott látok ilyen ételhordó kis tálkát. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki abból eszi meg a kaját, ki kellene mosnia, és úgy kellene kidobnia? Ez is egy érdekes kérdés. Az például az a kategória, ami csomagolási, műanyag is, tehát jó helyen van. Ha még tiszta is, akkor még inkább jó helyen lenne, de az egy olyan típusú hulladék, ami nem nagyon hasznosítható Magyarországon. Ez nem lehet bezúzni? Nem, ezek nagyjából égetésre kerülő hulladékok. Ez azért elég sokkoló. Érdemes szelektíven gyűjteni, mert azért ennek a 9000 tonnának azért egy a 80%-a tömegét tekintve hasznosulni fog. De nézzük is meg, hogy miként válogatják ki ebből a halomból a tényleg újra hasznosítható elemeket. A Depónia Kft-nél 1997-ben építették ezt a kézi válogatót. Néhány száz méterrel távolabb viszont egy év múlva már beüzemelhetik az automata gépesített rendszerüket, ami jelentős változásokat hoz majd. De most még a folyamat elején ez a sárga rakodógép továbbítja a dolgozóknak a lakosságtól beérkező szelektív hulladékot. Megérkeztünk ide a válogatóhoz, jól mondom? Így van ez a cég válogató csarnoka. Itt akkor a kollégák konkrétan fizikailag kézzel válogatják a műanyagot, a papírt. Így van. Miket szelektálnak egymástól?
Hát papír, műanyag, fém, ugye ezek a konzervdobozok, sörös doboz jellegű tetrapakot, fóliát, és ezeket az ilyen kozmetikai flakonokat, ezek a HDPE flakonok, amiket nagyjából ezek a frakciók, amiket külön válogatunk. Egy válogató kabin van, ahol konkrétan kézzel történik ezeknek az előbb említett frakcióknak a külön válogatása. Tehát vannak azért nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalatok is. Tavaly volt egy nagyon érdekes, vagy két éve egy érdekes válogatásunk. 2 kiló romlott hús is végigment a válogatósoron előttünk. Tehát ezért vannak a szelektívben. Az is benne van, amit az emberek jó szeműen tesznek bele, mert azt gondolják, hogy mondjuk egy gyerekkád, műanyagkád, hát műanyag, valaki gondolhatja azt, hogy azt kiteszem, és az tök jó, mert majd hasznosul. Tehát most itt mögöttünk milyen munka zajlik? Tehát itt látjuk ezeket a szürke 4 darab fémboxot. Ugye fönt a válogató kabinból ezekbe pottyan le, tehát ide dobják le a már anyagában külön válogatott hulladékot. A legelső pont most ürül, azt látjuk, az a papíros box, tehát az megtelt, rámegy erre a válogatószalagra, a válogatószalag pedig a legvégén ráteszi a bálázóra, és az a gép automatikusan készíti a papírbálát. Onnan bentről, tehát amikor szétválogatták a papírhulladékot, akkor lebálázzák, és itt láthatom mögöttem egy nagy halom papírbála, ami kerül vissza majd a papírgyárba, és értelemszerűen újra papír készül belőle. Ott láthattuk ugye a papírbálákat, amelyekről én beszéltem. Itt mögöttem ezt könnyen felismerem, PET palackok. És mi van még itt, mert ezek mások? Ezek a mosószeres flakonok, ezek ilyen kemény fólia flakonok általában. Mosószerek, mosogatószerek, ezek... Ezt is külön kell válogatni, a PET palackot. Ez is, igen, ez teljesen másként hasznosul, más, de ezt is lehet egyébként anyagában hasznosítani. És ott hátul pedig láttunk még fém. Fémet, hát az jól hasznosítható, abból újra fém lesz. Tehát az a legjobban ilyen. Kerül, és akkor ott, vagy a célgyárban is ott újra. Vagy alumínium, tehát anyagától függően. Gyakori és valójában alaptalan kifogása a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, hogy a kiválogatott szemetünket a szállításkor oda nem illő elemekkel keverik össze a kukás autóba, vagy a szeméttelepen ugyanoda kerül, ahová a kommunális hulladék. A látszat azonban ebben az esetben csal. Én is hallottam nagyon sokszor ezt a vádat, ezt abszolút cáfolom, teljes nyugalomban, és mindenkit buzdítani szeretnék a szelektív hulladékgyűjtésre, mert azért van értelme. Ez a folyamat itt a telepen látszott is, ezt meg is tudtuk ugye nézni, hogy teljesen különállóan történik ennek a hulladéknak a kezelése a többi hulladéktól. Amit külön gyűjtenek szelektíven, az amikor beöntjük a kukásautóba, abban a kukásautóban akkor csak szelektív hulladék van. Tibor, akkor nagyon szépen köszönöm a kalauzolást. Érdekes volt, és hát jó, hogy ezt így tisztáztuk, hogy akkor mi történik a szelektív hulladékkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nagyon örültünk nektek, és várunk benneteket egy év múlva, vagy kicsit több, mint egy év múlva, és nagyon remélem, hogy akkor már sokkal fejlettebb technológiát, és még több hulladékot fogunk tudni. Köszönjük szépen, akkor szabadon fogunk, akkor egy év múlva jövünk. Köszönöm szépen, várunk benneteket. Köszönjük, szia! Nagyon jó, hogy ilyen sok mindent megtudtunk a szelektív hulladékgyűjtésről, tehát ti is válogassátok a szemetet, de azért nyugodtak ne legyünk, hiszen a legideálisabb megoldás az lenne, hogyha minimalizálni tudnánk a hulladék mennyiségét.